Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió keddesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Egy korszerű játszótérrel gazdagodott Újváros. Pünköst hétvégén sokan a Maros kalandpartot és a Lomkorona sétányt választották. Közterületen nem kell már maszkot viselni. Az Igaz Gyöngyök útja elnevezésű projekt keretében a településen számos olyan fejlesztés valósul meg az Európai Unió támogatásával a területi operatív program keretében, amelyek amellett, hogy a turisztika fellendítését segítik, a helyi családok javát is szolgálják. Az egyik ilyen elemként említhetjük a már elkészült, modern eszközökkel felszerelt Búza utcai játszóteret, melyet a mai napon nagy örömmel vettek birtokba a gyermekek. Farkas Éva Erzsébet polgármester az átadón a sajtó munkatársaival megosztotta, hogy az említett pályázat keretében Makóváros önkormányzata 220 millió forintot fordíthat a város vonzerejének növelésére. Ennek a lehetőségnek köszönhetően többek között a Korona épületében kialakítanak egy turisztikai információs központot, egy egyedülálló kulturális szalont, valamint egy csendszobát, ahol a város történetét mutatják be. Ezentúl a település 11 pontjára a modern információs oszlopokat helyeznek ki, melyek az ideérkezők tájékozódását segítik. A tervbe emellett beletartozott egy 21. századi játékelemekkel, köztük például ütőhangszerekkel felszerelt családbarát szabadidőpark kialakítása, amelyre külön gondot fordít majd a későbbiekben is a városvezetés. Egyrészt az önkormányzat biztosít személyzetet arra, hogy reggel kinyissa, illetve késő délutáni órákban, nyári időszakban nyilván még későbbi, tehát esti órákban lesz zárva, illetve felügyelete is lesz természetesen a játszótérnek. Mindemellett kamera kihelyezésére is sor kerül, és így próbáljuk óvni és védeni tulajdonképpen ezt a szép környezetet, és bízunk benne, hogy sokáig az újvárosiak kedvelt közterülete lesz. Mágori András József települési képviselő beszédében kiemelte, hogy Újváros egyre nagyobb figyelmet kap. Lázár János, a térség országgyűlési képviselője és a település vezetősége évek óta azon dolgoznak közösen, hogy a városközponttól távolabb eső rész is fejlődhessen. Az újvárosi rész, hamarosan elmutatjuk, de már most is egy gyermekparadicsom, gyönyörű szép Makovec bölcsödével a szomszédban, egy hamarosan kivitelezendő egyházi bölcsöde, hamarosan átadandó óvoda, illetve a gyönyörűen felújított gyermekrendelő, de ehhez felvehetjük a felnőtt rendelő kivitelezését is. Úgyhogy jó itt élni, már egyszer elmondtam, de most is el szeretném, hogy mindenkinek ajánlom, aki azon gondolkozik, hogy Makóra jön, vagy Makón belül költöznek, arra, hogy jöjjön ide, itt meg fogja találni a számítását a gyönyörű hétköznapok és a még szebb hétvégékhez. Mint megtudtuk, a Makói Egyesített Népjóléti Intézményhez tartozó Búza utcai bölcsöde 100%-os kihasználtsággal, a Szikszai György református óvoda pedig szinte teljes létszámmal működik. Tótné Balázs Andrea intézményvezető és Molnár Károlyné intézményvezető helyettes is egyetértettek abban, hogy több pontból is jó ötlet volt megvalósítani ezt a beruházást. A játékok azok nagyon pozitívan hatnak a gyerekek fejlődésére. Láttam itt, ami számokkal van kiegészítve, tehát nem csak a mozgásra, hanem az értelmi, érzelmi képességeikre is. A bölcsödés korosztálynak ez még annyira nem, tehát itt inkább a mozgásos formák, ami a csúszda, a mászóka, amit igénybe tudnak venni, de én azt gondolom, hogy meg fogják találni ők is a számításukat. Nagyon örülünk neki, minden új lehetőségnek és játszórésznek örülünk. Mi az óvodásokkal is ki fogunk ide időnként látogatni, hogy változatosabb legyen számukra, bár nekünk gyönyörű új játszóudvarunk lesz, de azért ezt is fogjuk használni. Itt inkább arra gondolok én most, hogy a szülők a gyerekeikkel hétvégente, nyári szünetbe, jó időbe kijöhetnek ide játszani, és itt egymással kapcsolatot teremtenek, barátkoznak a gyerekek, a szülők, tehát ismerkedhetnek egymással. A felnőttek mellett kíváncsiak voltunk a gyerekek véleményére is, ezügyben Kis Inez örömmel állt a segítségünkre. Nekem az a legjobb a játszótérbe, hogy lehet csúszdázni, játszani, homokozni, és libikókázni is, meg pörögni. Az óvodások a jeles alkalom során üdítőt és csokoládét kaptak ajándékba, viszonzásképp azért, hogy készültek egy kisebb műsorral.
szeretjük a játszóteret, ezért kerüljük a négyedet. Óriádokat víz a szállát, hogy élvezhessük jó hatását. A jó idő is kedvezett pünkösd vasárnap a kirándulóknak, így megtelt élettel a Marospart és a Lomkorona sétány. A térségből több oktatási intézmény is választja osztálykirándulás helyszínéül Makóváros legnagyobb zöldövezetét, amely számos kikapcsolódási lehetőséget tud nyújtani. A pünkösdi hétvégén immár maszk nélkül most először átcsúszhatok a Maros folyó fölött. Az enyhítések és a pünkösdi jó idő is kedvezett annak, hogy a hétvégére sokan a Marospartot választották úti céljuknak. Május elején nyitotta meg kapuit a felújított kalandpark, amelyet egyre több érdeklődő keres fel, tudtuk meg Farkas Diannától. Ugye maga a kalandpark, illetve a kalandpályák is felújításra kerültek. Jelen pillanatban a vendégek, amit használhatnak, az a gumiköteles ugráló, a gyermekpálya, ami ugye kisebb korosztálynak abszolút ideális, de a Maros feletti átcsúszás az, amit mindenki nagyon élvez, tehát egészen a kicsiktől a nagyokig. Azok, akik pedig kicsit ilyen adrenalin függők, illetve a nagyobb izgalmakra vágynak, ők pedig az inga hintánkat, illetve a Maros felett a kerékpárt tudják használni, hamarosan pedig újra üzembe kerül a felnőtt kalandpályánk is. Ami nagyon nagy szerencse és óriási öröm nekünk, hogy ugye elindulhattak az osztálykirándulások, és gyakorlatilag egy-másfél hét alatt a következő egy hónapra szinte teljesen beteltünk. A szolgáltatásokat a nagy közönség pénteken, szombaton és vasárnap veheti igénybe, azonban előzetes bejelentkezés alapján csoportok fogadása is megoldott. Balatoni településről érkezett debreceni Bednár Etelka unokájával, akik rendszeresen keresik fel Makót, ha szabad idejük engedi. És már többször szoktunk idejönni tavasszal is, meg ősszel is, amikor a szünet van, ugye iskolai szünet, és hát szívesen járunk, mert nagyon szeretnek a gyerekek. Ilyenkor kisvonatozunk, kalandparkozunk, tehát ami érdekesebb, azokat megnézzük, vagy esetleg Szegedre elmegyünk a játszóházba, tehát ami lehetőségünk van. A makkói Bakai Éva párjával látogatott le megnézni a folyót. Mi lakótelepi lakásban lakunk, de van itt lent egy nyaralónk, és mi azt nagyon szeretjük, és minden szabadidőnket itt töltjük lent. Most azért jöttünk ide ki, hogy egy kicsit lejöjjünk, jó idő van, naposztunk. Hát magasan van a víz, de ahogy néztük, már följebb nem jön. Nagyon szeretünk lent. Mindig lesétálunk, kint üldögélünk a teraszunkon, de lesétálunk, és nagyon-nagyon imádunk lent. És örülünk ennek a sok fejlesztésnek, ami már eddig is elkészült, de olvastuk a jövőbeni terveket, és nagyon-nagyon örülünk neki, és lukkolunk, hogy mindenbe is váljon, és minden sikerüljön, és jó legyen. A Marospart mellett a Lombkorona sétánynál is sok család állt meg hűsölni és gyönyörködni a kilátásban. A fiatalok nagy örömére a csúszda is megnyitott, amelyet lelkesen próbáltak ki a gyermekek. Vasárnap óta nem kell közterületen maszkot viselni, és nincs kijárási tilalom. Az 5 milliómodik beoltott után számos enyhítés lépett életbe, melyeknek sokan örültek, és a hétvégét kihasználva a szabad levegőt választották. A felnőtt lakosság több mint fele felvette a védőoltást. Megvan az 5 milliómodik beoltott magyar állampolgár is, jelentette be szombaton délután Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóüzenetében. Hónapok óta mondjuk, hogy ha vissza akarjuk kapni a normális, egészséges, derűs életünket, akkor a vírussal szemben az oltással védekezhetünk sikeresen. Ezt a célt most elértük. Mindenkinek köszönetet mondok, aki beletette ebbe a munkáját, azoknak is, akik bátrak voltak és vállalták, hogy beoltatták magukat. Akik még nem tették, őket kérem, hogy az eredmények megőrzése érdekében vegyék föl az oltást. Az operatív törzs úgy döntött, hogy a mai naptól nem kell maszkot viselnünk a szabadtéren, az utcán sem, a köztereken sem. Ez azt jelenti, hogy búcsút inthetünk a maszkunknak. Érdemes szem előtt tartani, hogy minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak. Ilyen többek között a tömegközlekedés és az üzletekben történő vásárlás. Továbbá megengedett a zenés, kulturális és sportesemények megtartása. Az éttermek és szolgáltatást nyújtó intézmények is korlátlan nyitvatartással üzemelhetnek. Megszűnt a kijárási tilalom. Kivételek mindig akadnak, ahova a védettségi igazolvány felmutatása
oltása kötelező, de ezekről bővebben tájékozódni tudnak a Magyar Közlönyben vagy a koronavírus.gov.hu weboldalon. Szerencsére a hétvégi időjárás kedvezett a kikapcsolódásnak. Szabó Kálmánné unokájával a szabadban töltötte a vasárnapot, és a maszk nélküli pihenést választották. Be vagyunk oltva, tehát megvan a védettségünk, úgymond, idézőjel, hát reméljük, és hát ez egy szabadság végül is. Nagyon jó, mert mi nagyon szigorúan betartottuk egyébként, mivel korosak vagyunk, és betartottuk a szabályt, hogy csak azért szinte otthon, és az egy bezártság, és ez egy nagyon jó kis kapu volt, hogy ez a lehetőség adódott, hogy megkaptuk az oltást, meg hát ugye már most a lakosságnak a nagy része. Ennyi. A védőoltás felvétele folyamatos. A KEDD reggeli adatok szerint a beoltottak száma elérte az 5.026.529 főt. Szentpéteri Csilla zongoraművész szerzeményei 4 megye fiataljait ihlették meg. 1600 alkotás érkezett be a 2020-21-es Láttad-e már a zenét című rajzversenyre. 132 díjazottból 56 makói diák részesült ajándékban. A gyermekek mellett Kocsisné Maráci Margit rajztanárnő munkáját is elismerték, hiszen a legtöbb pályaművet beküldő és legkreatívabb rajztanár címet neki ítélték oda. A koronavírus miatt a tavalyi Láttad-e már a zenét elnevezésű rajzpályázat eredményhirdetésére a közelmúltban kerítettek sort. A tapasztalat azt mutatja, hogy évről évre egyre több fiatal alkot a Szentpéteri Csilla által szerzett művekre. A harmadik pályázati felhívás már 4 megyében lett meghirdetve, amelynek hatalmas sikere volt, hiszen közel 1600 pályamű érkezett be 35 településről. Az első körbe 830 rajz került be, amelyeket 5 fős szakmai zsűri értékelt, többek között a zongora művész is, aki elárulta, hogy milyen szempontok alapján bírált, és hogy mely korosztályok képviseltették magukat. Ha ránéztem egy rajzra, akkor én halljam azokat a hangjegyeket, amelyeket megírtam. És itt tulajdonképpen nagyon érdekes volt, mert sikerült eltalálni a korosztályhoz illő zenéket. Ugye 15 korcsoport volt, ebben első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, valamint ugye gimnazisták, ezen kívül volt azok az akadályozottak, tehát akik valamiféle fogyatékkal élnek, de hát az is fantasztikus volt, ott is voltak első helyezettjeink. Aztán volt honvéd programunk, valamint volt az ilyen nagyon-nagyon speciális tanrendű iskolák. Az alkotói felhívás mellé állt Makóváros önkormányzata is. Farkas Éva Erzsébet polgármester ellátogatott az eredményhirdetésre, ahol köszöntötte a megjelent díjazott fiatalokat és kísérőiket. A városvezető kitért a zenére való alkotás jelentőségére és különlegességére. A művészetek tulajdonképpen nem más, mint az angyaloknak az összeesküvése. Az angyalok összeesküvése, de nem ellenünk, hanem értünk. Mégpedig azért, hogy a művészeti alkotás közben megismerjük a legfelsőbb, a legjobb, a legszebb szépséget, jóságot és magát az igazságot, amit néha megtapinthatunk különböző élethelyzetekben, de hogy a művészeti alkotások közben akár egy zenemű szerzeményének az alkotása közben, vagy egy képzőművészeti alkotás közben, vagy akár csak egy irodalmi alkotásnak a felolvasásában, vagy egy szavaló versenyen, tulajdonképpen mindig a legfelsőbb szépséget, jóságot és igazságot tudjuk megérinteni. Mint kiderült, 132 értékes díjat osztottak ki, amelyből 56 makói diák remek művét jutalmazták, köztük voltak a Makói József Attila gimnázium tanulói is. A 10-es Jó Melindához nagyon közel áll a zenére való alkotás, hiszen elmondása szerint mindig így tevékenykedik, ezért nagy öröm volt számára ez a felhívás. Én az És a 8. napon zenére dolgoztam. Eleve ugye a zene arról szól, hogy az emberek a 8. napon a gonosz előjön, ugye a háborúk, illetve minden ilyen dolog. Én a bukott angyalt rajzoltam le, festettem, leginkább ilyen domináns színeket használtam, mint például a fekete, illetve a piros. Azt szerettem volna kifejezni, hogy a bukott angyal is volt ugye egyszer angyal, és mégis meg lett benne a gonosz, ami miatt bukott lett.
A hatodikos Ferenczi Júliát a Tánc, Tánc, Tánc című szerzemény ihlette meg. Akvarell festékkel és zseléstollal csináltam. Három táncos nőt akartam megjeleníteni, mert a zenével és a tánc is közel áll hozzám, és ezzel azt szerettem volna kifejezni, hogy én nagyon szeretem a zenét és a táncot. Jó érzés, hogy a díjazottak között vagyok. Próbáltam minél jobban teljesíteni, és nagyon örülök ennek a második helyezetnek, mert izgultam amiatt, hogy milyen lesz a helyezés, és most nagyon örülök neki. A fiatalok mellett elismerték Kocsisné Maráci Margit rajztanárnő munkáját, hiszen a legtöbb pályamunka az iskolai keretek között működő, általa vezetett kartonkörből került be, így a legkreatívabb rajztanárnak járó címet neki ítélték oda. 75 alkotással készültünk, az 5-től 8. és a 9-től 12. korosztályból mindenki készített alkotásokat, akiket ez a zene megfogott, a inspirált. Természetesen válogattunk, közösen is válogattunk ebből, amit aztán pályázatra konkrétan elküldtünk. És úgy gondolom, hogy akár a tanulók, akár az én szempontomból érdekes lesz a későbbiekben is az, hogy milyen zenék jelennek meg a pályázati kiírásoknál, és rendkívül meglepődtem, hogy nekünk megint sikerült jól szerepelni ilyen tekintetben. A szervezők, köztük Nadobán Zsuzsanna is azon dolgozik, hogy a díjazott alkotásokból egy vándorkiállítás készülhessen a közeljövőben. Természetesen a rajzverseny hagyománya tovább folytatódik, és remélhetőleg országos felhívással növi ki magát. Hosszabb beszámolónkat Társalgó című színes kulturális magazinunkban láthatják ma este. 18 győzelemmel és 4 vereséggel a tabella második helyén zárta a 2020-21-es szezont a Makói KC felnőtt férfi kézilabda csapata. Az éremosztó ünnepség előtt a kiskunmajsai KC együttesével vívtak párharcot, melyet meg is nyertek a hagymavárosiak. Az MB2 délkeleti csoport utolsó bajnoki mérkőzésén csaptak össze a gárdák az Erdei János városi sportcsarnokban immáron nézők előtt. A meccs első perceiben még kiegyenlített volt a játék, de a makóiak a 15. percben 6 egymás utáni góllal 14-7-re húztak el, ezzel bebiztosítva a győzelmüket. A majsaiak csak egyszer-egyszer tudtak kaput találni, így a félidőben 23-16-tal fordultak a csapatok. A második játék részben a hazaiaktól már megszokott gyors labdajáratással tovább nőtt a két csapat közti különbség, a 35. percben így már 28-18-at mutatott az eredményjelző tábla. A 10 gólos különbség szinte végig fennmaradt, a vendégek próbálkozásait a marosmenti kapusok rendre kivédték, így csak már szépítő gólok születtek. A végeredmény tehát Makó KC, Kiskunmajsai KC 42-34. A marosparti gárda ezzel a győzelemmel a tabella második helyén végzett. Miksi István vezetőedző elmondta, nagyon nehéz szezonon vannak túl a világjárvány miatt, ami a felkészülésüket is befolyásolta. Ehhez képest ugye a fiúk az elvárásokat teljesítették folyamatosan, az utolsó pillanatig harcba voltunk az első helyért is, sajnos nem sikerült, de én úgy gondolom, hogy ez az ezüstérem is nagyon szépen csillog. Egy nagyon szép sikert értünk el, én úgy gondolom az elején ezt aláírtuk volna láthatatlanba is. Mint kiderült, a csapat most kisebb pihenőre vonul el, és augusztusban kezdik meg a felkészülést a konditermi edzésekkel és sok futással. A jövőre nézve távozóról egyelőre nem lehet beszámolni, viszont folynak a tárgyalások az új játékosokkal. Kovács Martin csapatkapitánya következőképpen értékelte a teljesítményüket. A csapat nagyon összetartó volt, akárhányszor volt vereség, sose egymást bántottuk, mindig megbeszéltük és tovább tudtunk lépni. Ez mindenképp előrelépés a csapatnál, és végre be tudtunk fejezni egy évet. Tehát a tavalyi év ugye még hajtottunk az aranyért, ugye ott még éremosztásra. Se eredményosztás nem került sor, most viszont végre, amiért megdolgoztunk, azért járt is a jutalom és a helyezésért járó díj, úgyhogy nagyon örülünk, boldog a csapat. A gárdának járó elismeréseket, az ezüstérmeket, a serleget és egy üvegplakettet a Makói Kézilabda Klub egykori elnöke, Tóth István, valamint jelenlegi vezetője, Nacsa Ferenc adták át. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Egy korszerű játszótérrel gazdagodott Újváros. Pünköst hétvégén sokan a Maros kalandpartot és a Lomkorona sétányt választották. Közterületen nem kell már maszkot viselni.
Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd a Hét Híre című hírháttérmagazinunkkal jelentkezünk. Később a Makó FC Szeged Grosics Akadémia labdarúgó mérkőzést láthatják felvételről. Kedves nézőink, ez volt a keddesti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!